Gravitációs gyorsulást fogunk mérni. A mérés problémája, hogy kis magasságból leejtett test viszonylag rövid idő alatt leesik, ezért egy elektronikus órát fogunk a méréshez felhasználni. Az elektromágnes egy áramját a tekercs, magához vonza és ott tartja a célgolyót. Egy kapcsolóval kikapcsolom az elektromágnes áramát, ugyanez a kapcsoló elindítja az elektromos órát. Amikor a golyó ráesik erre a fémlapra, ez lebillen és megszakítja ezt az áramkört, amit itt a kék zsinórokkal lehet látni, és ez leállítja az elektromos órát. Nézzük meg, mi történik. Pontosan ez történt. 299 mikroszekundum az esésidő, kerekítve 0,3 másodperc. Most már csak azt kell megmérnünk, hogy mekkora volt az esés magassága. Tehát ezt visszabillentem az eredeti állásba, és egy mérőszalaggal lemérjük, hogy milyen magasról esett a golyó. 45 cm, ez 0,45 méter, ha ezt 300 millisekundum, azaz 0,3 másodperc alatt tette meg a golyó, akkor az átlag sebessége az 1,5 m/s. A pillanatnyi sebesség ilyen egyenletesen gyorsuló mozgásnál éppen az átlag sebesség duplája, vagyis 3 m/s. Ezt a 3 m/s pillanatnyi sebességet 0,3 másodperc alatt ért el a golyó, a gyorsulása tehát 3 osztva 0,3-del az 10 m/s nézet, ami egy elfogadható jó érték.